Bum, sziasztok! Én Kol vagyok, ez pedig ismét modellezés az alapoktól tutoriál sorozat következő része, amiben a Soft Selection-t fogom megmutatni. Ez is ismételten szerves része a Maxnak, és nagyon-nagyon hasznos kis tool. Felveszünk ismét egy alap objectet, mondjuk egy ilyen lap. 20-20, 200-200, maradjunk a bevált módszernél. Jó, eltüntetem, rendben. És megint zaklat valaki, de se baj. És most pedig jobb gomb, convert to editable poly. Oké. Okay. És amint látjátok, soft selection az itt található. Az editable polyn is, a vertexen is, az edge-en is, borderen is, polygonon is, igazából mindegyiken, tehát mindent lehet vele soft selection-nel működtetni. Soft selection igazából annyit jelent, hogy puha kijelölés, ami azért jó, mert ha bekapcsolod és beállítod, akkor mint egy hálót hozna létre az adott mesh felületén, és egymásra hatnak vele a kijelölt objektek, kijelölt vertexek, edge-ek, polygonok. Tehát, ha nekem itt van egy ilyen vertexem, ez most meg van fogva, ki van jelölve, elkezdem húzogatni, hát az úgy tök jó, csak semmi haszna nincsen, ugye nem változik a modellem felülete, csak ugye minimálisan. De viszont, ha bekapcsolom a Soft Selection-t, akkor látjátok, megjelent körülötte egy ilyen, hát ilyen valami színes kis kijelölés, ami azt szolgálja, hogy megmutassa nekünk a falloff értékét a Soft Selection-nek. Ebből már valószínűleg rájöhettetek, hogy mit fog ez létrehozni. Ugye hát kölcsönhatásba lép az adott vertexel, ami mellette van, illetve ami mellette van, és erőt ad át neki, és hát ugye, ha én ezt megmozdítom, meg fog mozdulni ez is, nyilvánvalóan gyengébben, mint a másik. Így. Ez is ismét nagyon hasznos tool, ugyanúgy lehet vele dombokat létrehozni, vagy éppenséggel apró módosításokat végezni a modelleden, hogyha arra van szükség. Ugyanúgy működik mínuszba is, hát én ezt nagyon szeretem. Ugyanakkor, hogyha például ugye a falloffot módosítjuk, akkor ugye ez módosul a sugara, az ereje, illetve a pinccsel meg tudjuk határozni, hogy milyen legyen ugye a kijelölésnek igazából az ereje, hogy hogyan hasson rá különböző séma. Például levegyük le a pincset mondjuk mínuszba, és látjátok, hogy teljesen más formát lehet vele létrehozni. Oké. Okay. Jó, rendben, a bubble, fogalmam nincs, mit csinál a bubble, sose használtam. Mindjárt megnézzük, mit csinál a bubble, ezt vigyük vissza a közepére. Egy, jó. Mit csinál a bubble? Aha, a bubble szerintem az erejét fogja kitolni. Van egy olyan érzésem. Igen, mert ez így lecsökken, tehát hogy ugye ez nincset meg levesszük. Ez folyamatosan ugye hal el az ereje, viszont felveszük a bubble-t. Igen, látszik is ugye ott, hogy megmarad ez az erőfonal. Ezt túl is lehet húzni, igen, túl is lehet húzni. És akkor kifelé még jobban fog ugye az erő nőni. Ez így látszik, hogy most én ezt kihúzom. Pincsel nem foglalkozunk most. Látjátok ugye, a belső vertex nem mozdul fel annyira, mint a körülötte lévő többi. Sokkal magasabban vannak ezek a vertexek. Oké. Okay. Bubble-t én nem szoktam bizergálni, többnyire a pinccsel, hogyha olyan van, illetve a falloffal szoktam csak módosításokat végezni, illetve az edge distance, az affect backfacing, ez akkor lehet fontos, ugye, hogyha mögötte van valami object, ami másik lap, tehát most én ezt itt lemásolom. Egy element marad, jó, és megflippelem. Picit itt megflippeltem, ugye? Tehát most ez a teteje, ez pedig az alja. Oké, okay. Minden igaz, akkor
Igen, ez pedig ott van. Jó. Oké. Tehát, hogy most én elkezdem ezt itt. Ez ugyanaz? De hogy lehet ugyanaz? Na most másoltam le. Hát ne idegesíts. Nyomtam a shiftet. Na végre. Oké. És meg kéne tudni, hogy melyik van felül. F2. Flip. Jó. Oké. Ez pedig ugye... Így. Így flip. Jó. Oké. Ezt ide rakom, hogy közel. A touch. Jó. És most minden igaz, ugye? Na, pedig hozzáér, tehát viszi magával. Szóval ez az affect backfacing. Aha, most jó. Ha az affect backfacing, ugye, tehát ez azt jelenti, hogy hason, ugye a hátsó poligonokra. Igen, ha pedig azt mondod, hogy ne hason, akkor ugye nem hat rá, és külön tudod ugye attól függetlenül használni a soft selection-t. Illetve van még egy nagyon-nagyon fontos kis dolog, ez az edge distance. Ez azt határozza meg, hogyha mondjuk én ezt itt elvágom, így. Ez az aljára nincs szükség, mondom nincs szükség, nem tudom most mi történik, elég furcsa. A max, delete, hány objectem van itt? Nem tudom, miért van itt ennyi objectem? Tudjátok, mint töröljük ki, csak egy újat, oké. Okay. Editable poly, jó. Delete, na szóval. Ugye, hogyha a soft selection be van kapcsolva, akkor ez itt hat rá ugyanúgy. Tehát mint hogyha itt nem lenne ugye elvágva, holott hát nincs kapcsolat a két modell között, csak ugye ez egy object igazából. De ez két element. Ez egy, meg ez egy. De ugye, hogyha ezt módosítom, módosul a másik is. Erre jó, ez a csodálatos kis gomb, edge distance. Az edge-nek a távolsága ugye mennyi lehet. Tehát most én ezt itt felhúzhatom maximálisan. Most a pinch ugye addig megy el, ameddig az edge distance engedi. Látjátok, most 1, 8, stb. De viszont fallofot is lejjebb tombolom, ha akarom. Hoppá, közben megírtak. Így. Oké, elnézést. Bahát nő. Na, de hol tartottam? Ott tartottam. Use soft selection, ugye? És hogy az edge distance-et bekapcsoljuk, akkor az edge distance-nek a távolságát határozza meg. Tehát látjátok, mivel nem ér el idáig, itt nincs kapcsolat az edge-ek között, erre ő már nem hat. Tehát így lehet nagyon könnyen módosítani különböző objekteket a soft selectionnel, én nagyon szeretem. Ugye ez alapból be kell kapcsolni hozzá, ezt hát ugye, hogyha szükséges, akkor bekapcsolod, ha nem. Affect backfacing néha jól jöhet, de ezt nem szoktam állogatni, általában nincs rá szükség. Aztán fall off, pinch, bubble, ezek pedig természetesen azok, amiknek kell. Ezeket az életben nem használtam. Tehát ez a paint, ez ugyanaz, mint az előző tutorial videóban a paint deformation, tehát valószínűleg ez ugyanúgy működik, igen, csak én tudom kiszínezni, hogy mit, hol, blurrel pedig el tudom szerintem gyengíteni, igen, ezt az erőt, igen, így, és ezt ugyanúgy tudom ugye módosítgatni, de ezt a részt sose használtam, mert nem volt rá szükség. Jajaj, rosszat nyomtam. Így, na. Írtunk mindenfélét. Jó, mi van itt még? Lock, soft, selection. Hát ezt le tudom vele szerintem zárni, hogy csak az legyen. Igen, itt tudok közben mást is kijelölgetni. Igen, sose használtam. Brush option, ez pedig az előzőnél is, ami volt a paint deformation, mert ez ugyanúgy működik. Most erre nem térek ki, mert ez kezdő tutoriál. Úgyhogy ez így teljesen jó szerintem.
Jó van. Én Cole voltam. Ha bármi kérdésetek van a Soft Selection-nel kapcsolatban, vagy bármi mással, tutoriálok terén, vagy modellezés, vagy akármi textúrázás, stb. Akkor nyugodtan írjatok és zaklassatok, és mindenkinek, hogyha van időm, akkor állok a rendelkezésére és segítek, amiben ugye tudok. Shaded Face Toggle, hú, de izgalmas. Hát, ez is tök jó. Ha textúrázva van a modelled, akkor lehet, hogy hasznos, de én ezt sem szoktam használni. Direkt azért emeltem ki ugye a legelején már azokat, amiket én használok benne, mert ezekre nekem nem volt szükségem. Ezért nyilvánvalóan ugye csak azt mutattam meg, amit én használok. De mondjuk ez jó lehet, kétség kívül, hogyha mondjuk alapból fel van már textúrázva ugye a modellet, te csak egy kicsit bele akarsz túrni, és az UV, és a textúrától nem látod, hogy mi történik. Bár ez is hülyeség, ugye, mert általában akkor látod, hogy csúszik-e az UV, csúszik-e a textúra, stb. Na mindegy. Szép napot, sziasztok!